Boldogság keresése Boldogok akarunk lenni. Ez minden törekvésünk. De mi a boldogság? A testi embernek testi jó érzések. Rakottál, telt kancsó, heverés, állatgyilkolás, kártya, no meg a pénz, amely ezeknek a meg nem szűnését biztosítja. A lelki ember tudja már, hogy ezek illékony javak, van ezeknél különb, tartósabb. Ő már a salaktalan jóra tör, olyan javakra, amely után nem maradt keserű szájíz, amelyeket nem követ levertség, bánat, üresség érzete. A lelki ember keres, kutat, fölszereli magát tudásokkal, s el -el gondolkodik, Ki vagyok? Mi vagyok? Hol vagyok? Miért élek? Meddig élek? Hol van az igazi jó? Mi az? Értelmi utakon keresi a boldogságot. Csak nyugodt lelkű ember lehet boldog. Akinek a homlokán nincsenek soha fellegek. Akinek a lelkében nincs soha iszap. Se ő nem sároz, se őt nem sározhatják be. Minden gondolata egyenes, becsületes. Emlékkönyvbe. A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied, csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle, a napfényes, virágos békességgel teljes. A világ minden üzlete nem ér fel a szívnek egy boldog órájával.